Jubileumi burgonya tanácskozás. 30. alkalommal gyűltek össze a gazdák, hogy tájékozódjanak a termésről és az aktuális piaci helyzetről. Felvételi. Több hallgatót vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre, mint tavaly ilyenkor. Interaktív céglátogatás. Különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg diákok az iparkamara közreműködésével. Egy hektár burgonyának az önköltsége akár a 1,5 millió forintot is elérheti, ezért a kormány az elmúlt években megduplázta a gazdák támogatására szánt összeget a 2010-es adatokhoz képest. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Az idén több mint 98 milliárd forintot különítettek el erre a célra, amelyet a gazdák számos olyan dologra felhasználhatnak, amely növeli a termesztés hatékonyságát. A burgonya esetében fontos lenne az öntözésre fordítani ezeket a támogatásokat, hiszen Magyarországon a gazdák alig 2%-a tud öntözni, míg az európai átlag 10%. 30 éve ad otthont a Nébih Gyula tanyai fajta kísérleti állomása az országos és nemzetközi burgonya tanácskozásnak. Ez a magyarok táplálkozási szokásainak egyik legfontosabb növénye, ezért a fajta növényvédelmi és technológiai bemutató célja, hogy fellendítse a burgonya termesztést. A rendezvényen elhangzott, januárban elfogy a magyar burgonya, utána pedig importra szorul az ország. Magyarországon a burgonya fogyasztás ilyen 50-60 kiló körül van, és ez önök kétharmadát fedezi, jobban mondva. A lényeg a burgonyánál, hogy nagyon sokan rátértek a korai burgonyára, tehát most ilyenkor már júliusra már kiszedik. Így szeptemberre, mikor jön ugye az őszi burgonya felszedés, egy automatikusan hiány keletkezik. Hogyha még ez párosul egy nagyon-nagyon komoly szárazság, akkor ez még jobban nehezíti a helyzetet. Tehát valahogy vagy több finanszírozás kéne, mivel egy hektár burgonyának az önköltsége 1 millió 500 ezer forint körül van. A rendezvényen több mint 50 burgonya fajtát és ezek termesztési lehetőségeit mutatták be az érdeklődőknek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelt térségnek számít a burgonya termesztés szempontjából, de fontos lenne még tovább növelni a magyar termőterületeket. Az országos 8000-9000 hektár ugye folyamatosan ingadozik termőterületből, majd 2000 hektár itt van nálunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az ország burgonya fogyasztásának jelentős része itt a mi megyénkben termelődik meg, és ezért is nagyon fontos az, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében odafigyeljünk arra, hogy új technológiákkal, és azt nyugodtan elmondhatjuk még, hogy az értékesítésnek is az új vagy szemléletmód váltásával mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy valóban a burgonyát mint növényt, mint étkezési terméket valóban arra szintre emeljük, ahova az való. Ezt megnehezíti a jelenleg is tapasztalható klímaváltozás, hiszen a csapadékmentes meleg idő nem tesz jót a növénynek. A probléma megoldása mellett fontos feladata a gazdáknak az is, hogy ellenálló fajtákat hozzanak létre, és növeljék a termés mennyiséget, mindezt az íz megtartása mellett. Ennek egyik lehetséges iránya az öntözés. Európában a gazdák közel 10%-a tud rendszeresen öntözni, míg Magyarországon ez a szám alig éri el a 2%-ot. Itt a megye területén víztározók építése, a csatornák, keleti-nyugati csatorna rekonstrukciója, a vízkészletek védelme, a talaj művelés változtatása, új agrotechnológiák bevezetése. Én azt gondolom, hogy itt Nyíltelek Gyulatanyán egy olyan szakmai tudás van, amelyet nem csak a jelenben, hanem a jövőben is hasznosítani kell. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy immár 3 évtizede minden évben összejönnek itt a szakemberek. A térség élen jár az étkezési helyzet javításában, mert Tímár, Rakamaz, Nyírtelek és Gálva Vencsellő környékén kiemelten sok burgonyát termelnek a gazdák. Ennek támogatásán folyamatosan dolgozik a kormány is. Az elmúlt 8 évben megduplázódott a nemzeti támogatás összege, és az ipari zöldségekre külön termeléshez kötött támogatás van jelenleg is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen a fronton jól állunk, plusz támogatási lehetőségek itt már nem nagyon vannak, tényleg kimerítjük az unió által biztosított teljes keretet. Ami viszont talán nem pénzbeli támogatás, de igen fontos egy tudásintenzív ágazatnál, azok a technológiai fejlesztések és a technológiai fejlesztések mögötti tudás. És azt gondolom, hogy ez az a két terület, ahol az ágazat azért még számíthat arra, hogy igyekszünk jobban teljesíteni.
Ez azt jelenti, hogy jelenleg több mint 98 milliárd forint áll a kormány rendelkezésére, hogy segítse az ország gazdáit. Ez az összeg közel 94%-kal több a 2010-es adatokhoz képest. Több hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel a Nyíregyházi Egyetemen, mint egy évvel ezelőtt. A favorit szakok ismét az alapképzési szakok közül kerültek ki. Az óvodapedagógus, a gazdálkodás és menedzsment és a programtervező informatikus szakokon lesz a legtöbb új hallgató. 1133. Ez a nyerőszám idén a Nyíregyházi Egyetemen. Így fogalmazott legalábbis az intézmény oktatási rektor helyettese a ponthatárhúzás kapcsán tartott csütörtöki sajtótájékoztatón. Ennyi hallgatót tudtak most felvenni, ez magasabb szám, mint tavaly ilyenkor. Legnagyobb részük állami ösztöndíjas formában nappali képzés keretében kezdheti meg egyetemi tanulmányait. A legnépszerűbb szakok listáját tekintve idén sem volt nagy változás a korábbi évekhez képest. Az első az óvoda pedagógus, de rögtön szinte ugyanakkor a létszámmal a gazdálkodási és menedzsment szak, és harmadiként pedig a programtervező informatikust emelhetném ki. Ugyanakkor a tanárszakosok körében is felállíthatunk egy ilyen ranglistát, hiszen a felvett hallgatóknak a 38%-a a csecsemő és kisgyermek nevelőtől a mestertanárig ebből a körből adódott össze. Nevezetesen a tanárok esetében a kétszakos nappali osztatlan tanárszakosok esetében az első helyezett a testnevelés és a szakpárja, a különböző szakpárjai, a második helyezett a történelem és állampolgári ismeretek, a harmadik pedig az angol nyelv és kultúra tanára. A diplomára épülő mesterképzéseknél pedig a közgazdás tanárszakra került be a legtöbb hallgató a levelezős egyszakos képzések közül. Az egyetemen egyébként 4 felsőoktatási szakképzési, 19 alapképzési és egy mesterképzési szak indul ősszel. Annak sincs még minden vesztve, akinek most esetleg nem sikerült bekerülnie. Indul a pótfelvételi eljárás. Augusztus 7-ig lehet jelentkezni, csak elektronikus formában a www.pelfelvi.hu oldalon. Minden szakunkra lehet jelentkezni, ami meg volt hirdetve a felvételi tájékoztatóban, tehát amit a leendő hallgatóink a felvi.hu-n megtalálhatnak. Amit szeretnék kiemelni, mert most induló új szakunk, a műszaki felsőoktatási szakképzés, ami szintúgy elérhető lesz szeptembertől, de ez is ugyanúgy, mint a pótfelvételi eljárásban minden szak, csak költségtérítéses formában. Azok jelentkezésére is számítanak, akiknek már van diplomájuk, illetve akik az általános eljárásban nem felvételiztek. Az egyetem által kínált szakirányú továbbképzésekre közben augusztus 23-áig lehet jelentkezni. Ezekről az intézmény weboldalán az enye.hu-n lehet tájékozódni. Cigarettakereső kutya segítségével találták meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai azt a közel 11 millió forint értékű csempész cigit, amit egy ukrán mikrobusz átalakított utánfutójában próbáltak meg behozni Beregsuránynál. Az Ella nevű szolgálati kutya egyértelmű jelzésére a NAV munkatársai megbontották az utánfutó tetőszerkezetét, ahonnan 8500 doboz ukrán cigaretta került elő. A pénzügyőrök a sofőr ellen költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést, míg a füstölnivalót és a járműveket lefoglalták. Az ukrán határforgalomban egyébként egy hét leforgása alatt a különböző gépjárművekben kialakított rejtekhelyekről további 3570 doboz ukrán cigarettát foglalt le a NAV, mintegy 5 millió forint értékben. Közel 100 gyermeknek szervez interaktív céglátogatást idén nyáron a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet célja, hogy játékos formában ismerjék meg a diákok a különböző szakmákat, legutóbb például a bútorgyártást. A nyári tábort az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Kisvakonddal közösen szervezi az Iparkamara 4 héten keresztül. A felvételeken is látszik, mennyire jól érezték magukat a gyerekek szerda délelőtt a Lovasparkban Oroson. A Kisvakon táborozói, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara jóvoltából pályaorientációs programokon is részt vesznek a nyáron. A céglátogatások fő célcsoportja az általános iskolai diákok, főleg azok a tanulók, akik még a középiskolai felvételi előtt állnak. Ezen a nyáron 4 héten át közel 100 diákot szólít meg az iparkamara.
Ez idő alatt játékos formában próbálja a kamara megismertetni a diákokkal a különböző szakmákat. A pónikocsikázás mellett a bútorgyártást is megismerték a tanulók orvoson. Nekem a bútorok nagyon tetszettek, mert nagyon szép, elegánsak voltak, és nagyon jó volt látni a lovakat is, hogy ott mivel foglalkoznak, akik itt dolgoznak, és nekem nagyon-nagyon tetszett. A kisvakon táborban nagyon sok izgalmas program van, mindig úgy veszem észre, hogy reggel anya betesz, és már szinte pont akkor jön is. És nagyon hamar elmegy a nap. Nekem a lovacskázás tetszett a legjobban, mert a kispónék nagyon tetszettek, mert kicsik voltak, és a sörényik voltak, a sörényik hasonlított a seprűhöz. A Fafurdancs 2000 Kft.-nek mintegy 20 éve van már kapcsolata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarával. 2000 óta pedig tanulóképzéssel is foglalkoznak. Korábban a kiváló gyakorlati képzőhely minősítést is megkapta a vállalat. Külön a műhelyben, szakoktatóval egy évben körülbelül 25-30 fődiák dolgozhat itt orvoson, tanulószerződéssel fizetésért. A cég bútor és épületasztalos diákokkal foglalkozik a nyíregyházi Veselényi Miklós szakközépiskolából. Igazán, aki szakmát szeretne tanulni, feltétlenül nagyon nehéz most igazán őket kiképezni. Nagyon, a világban nagyon csábító más dolgok vannak tulajdonképpen. Ez az internetvilág, meg számítógép, egyebek. Nehéz kordába tartani a gyerekeket. Nálunk is vannak szabályok, amikor a gyerekek reggel megjönnek, hogy egy kicsit kiráncigáljuk abból az internetes világból, hogy ez egy fizikai munka, egy alakulatilag is minden oda kell figyelni, és próbálunk a szülőkkel kapcsolatot tartani. Nagyon sok a szétszakadt család gyakorlatilag, nagyon nehéz őket így összetartani, de hát azon vagyunk közösen legalább 5-6 fővel itten, hogy folyamatosan kapcsolatot tartjunk az iskolával, a szülőkkel gyakorlatilag, meg mi együttal egy úgynevezett pótapaként is működünk gyakorlatilag, mert azt hiszem legalábbis, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk a gyerekekkel. A vállalat korábban még nem vett részt a pályaorientációs tábor programsorozatában, de szívesen fogadta a gyerekeket az iparkamara megkeresésére. Bár a kisvakon táborban jelenleg a Nyíregyházán működő oktatási intézmények tanulói vesznek részt. Az iparkamara pályaorientációs tevékenysége az egész megyét lefedi januártól decemberig a különböző rendezvények segítségével. Mintegy 130 millió forint gyűlt össze tavaly a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampány során, amelyből az egyes típusú cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatását oldották meg. Országszerte összesen 18 helyszínen, köztük Nyíregyházán is. Cukorbeteg gyerekek játszanak a HumanMed Alapítvány közösségi háza melletti parkban. Magyarországon mintegy 1,2 millió cukorbeteg ember él, ezért is tartotta fontosnak a közmédia, hogy a Jónak lenni jó kampánya során befolyt összegből a korban szenvedő gyermekeket támogassa, mondta el a nyíregyházi táboroztatást bemutató sajtótájékoztatón Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki megbízott. A szakértői számítások, becslések szerint hazánkban több mint 3000 egyes típusú cukorbetegségben szenvedő gyermek, illetve kisgyermek él. Köszönet a támogatóknak és az adományozóknak, egyéneknek, közösségeknek, cégeknek, társaságoknak, mert több mint 130 millió forintot sikerült összegyűjteni erre a célra. És hogy érdekességeket mondjak, például Lionel Messi is felajánlott a mezét azért, hogy tudja segíteni a magyar cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatását. 11 szakmai civil szervezet országosan több mint 18 helyszínen 400 gyermeket táboroztat ingyenesen a befolyt összegből. A sajtótájékoztatón elhangzott, a cukorbeteg gyermekek szoros felügyelet alatt speciális körülmények között tölthetik együtt az idejüket, és alakíthatnak ki kapcsolatot hasonló betegségben élőkkel. Nagyon örülök, hogy ez itt Nyíregyházán meg is elindult. Azért is, mert az önkormányzat is rengeteget fordít arra, hogy a kötelező feladatokon kívül önként vállalt feladatokat a szociális egészségügyi rendszerben biztosítson minden nyíregyházinak, és ez van egy támogatási rendszer is. Évente 25 millió forintot pályáztatunk civil szervezeteknek, mert nagyon sok program civil szervezetekkel együtt valósul meg. Kovács Ferenc hozzátette, a nyíregyházi önkormányzat több mint 2000 gyermek táboroztatását oldja meg minden évben, melyre egy 20 milliós keretösszeget biztosít a pályázók számára.
Több nyíregyházi atléta is éremesélyesként áll rajthoz a hétvégi országos bajnokságon. Szombaton és vasárnap Budapesten rendezik meg a sporták 124. egyéni felnőtt bajnokságát, amelyen 16 versenyző képviseli majd a nyíregyházi sportcentrumot. A szezon közepén rendezik meg Budapesten a Lantos Mihály Sportközpontban a 124. egyéni atlétikai országos bajnokságot. A nyíregyházi versenyzők közül Tasi T. Dávid és Bakosi Péter a Minszki Európa játékokon, Szikszai Róbert pedig a nápolyi univerziádén képviselte a magyar színeket, így ők már a nemzetközi porondra is kiléptek ezen a nyáron. Többeknek azonban az OB lesz az év főversenye. Az elmúlt években a nyíregyházi atléták jól szerepeltek az országos bajnokságokon, így ezúttal is több érmet várnak tőlük a szakemberek. 16 versenyzővel utazunk, és bízom benne, hogy ez a 16 versenyző a két héttel ezelőtti serdülő bajnokság után is olyan eredményeket fog elérni, mint a legfiatalabbak, hiszen dobogóra várjuk a magasugró Bakosi Pétert, várjuk a diszkoszvetőket, Sziklai Robit, Káplár Janit, Kerekes Dórát, Kerekes Laci súlylökésben ott lehet a legjobbak között, és természetesen Tasi T. Dávid 400 méteren. Ugyanakkor a hármasugró Pár Robin szintén dobogóra esélyes, Nyisztor Petrával együtt, aki női hármasugrásban indul majd. Az előzetes nevezések alapján a teljes hazai élmezőny ott lesz a hétvégén az MTK sportkomplexumában. Ez a verseny a világbajnokságra szint teljesítő verseny, és már nem csak a világbajnokságra, hanem majd az olimpiára is, hiszen a magyar bajnokság pontszerzés szempontjából egy rangos versenynek számít, tehát azok, akik olimpiai kvalifikációra esélyesek, azok már gyűjthetik a pontot a felnőtt magyar bajnokságon. A nyíregyházi versenyzők közül a gyalogló Helebrant Máté már megszerezte a kvótát a katari világbajnokságra. A diszkoszvető Szikszai Róbertnek 65 métert kellene dobnia, Bakosi Péternek pedig 230 cm kellene ugrania ahhoz, hogy ott legyen a dohai VB-n. Szinte teljesen megújult játékos kerettel készül a bajnokságra a balkányi futballcsapat. A Mirgai László által irányított együttestől 14 labdarúgó távozott, helyükre 11-en érkeztek. A Balkány a megyei első osztály nyitó fordulójában az újonc Újfehértó otthonában lép pályára. Az előző bajnokságban a 8. helyen végzett a megyei első osztályban a Balkány, amely a megyei kupadöntővel zárta a szezont. Mirgai László edző már akkor elmondta, sok játékosnak az volt az utolsó meccse balkányi mezben, a nyári szünetben egy csapatnyi futballistát kell igazolniuk. Végül a tavalyi keretből 14-en távoztak, helyükre pedig erősítés jelentő labdarúgókat igyekeztek szerződtetni. Akik meghatározó futballisták, az a Belényesi, aki ugye NB1-ben is játszott, ő jött Cigándról, a Varga Krisztián játszott a nyíregyházi Spartakuszban, ugye NB1-ben van, vagy 15-20 meccse, ő baloldali védőbe jött, jött az Angyalos Norvi, aki szintén bemutatkozott már NB2-be, egy nagyon tehetséges srác, középpálya csatásorba használhatom, és a Müller Zsoltit, hát azt nem kell bemutatni, azt mindenki ismeri, ő középpályán védelemben, hát ők azok a futballisták, akik mindenféleképpen kiemelkedő és meghatározó kell, hogy legyen ebbe a csapatba, illetve hát jöttek alacsonyabb osztályból is, ugye jött a Lakatos Jani, egy támadó középpályás, őt Apagyról hoztam, jött még a Petruska Attila, ugye ő is nyíregyházi nevelés, őt Kótajból csatársorba, jött a két Ibrányi srác, a Vidován és a Szabó Milán, ők védő is, illetve középpályára igazoltam. Jött Németországból a Patelecki 5. osztályból, ő középpályás. Jött a Mizsák Sanyi középpályára, nagyon tehetséges 19 éves srác Hajdúböszörményből. Mivel a játékosok eltérő erőállapotban érkeztek, és még össze is kell szokniuk a pályán, egyelőre nem határoztak meg konkrét célt Balkányban a helyezést illetően. Az első 6 meccsnek el kell telni ahhoz, hogy lássam, hogy hova is érhetünk. Igazából a sorsolásunk két újonccal hozott össze az első két fordulóba. Ugye menjünk Újfehértóra, jön a Nyírmegyes, utána menjünk Nagyhalázba, és utána jönnek az élcsapatok hozzánk. Úgyhogy ha ebből jól jövünk ki, akkor az biztató lehet a jövőt illetően. Ha rosszul jövünk ki, akkor ez az ősz valószínű rá fog menni a csapatépítése. A Balkány az augusztus 11-én esedékes bajnoki rajtig még a Hajdúböszörmény, a Nagyhalász és a Rakamaz ellenlép pályára felkészülési mérkőzésen. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban.
Egy hektár burgonyának az önköltsége akár a 1,5 millió forintot is elérheti, ezért a kormány az elmúlt években megduplázta a gazdák támogatására szánt összeget a 2010-es adatokhoz képest. Így idén több mint 98 milliárd forintot különítettek el erre a célra, amelyet a gazdák számos olyan dologra felhasználhatnak, amely növeli a termesztés hatékonyságát. A burgonya esetében fontos lenne az öntözésre fordítani ezeket a támogatásokat, hiszen Magyarországon a gazdák alig 2%-a tud öntözni, míg az európai átlag 10%. Több hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel a Nyíregyházi Egyetemen, mint egy évvel ezelőtt. A favorit szakok ismét az alapképzési szakok közül kerültek ki, az óvoda pedagógus, a gazdálkodás és menedzsment és a programtervező informatikus szakokon lesz a legtöbb új hallgató, akinek most nem sikerült bejutnia, a pótfelvételi keretében próbálkozhat újra. Közel 100 gyermeknek szervez interaktív céglátogatást idén nyáron a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. A szervezet célja, hogy játékos formában ismerjék meg a diákok a különböző szakmákat, legutóbb például a bútorgyártást. A nyári tábort az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Kisvakonddal közösen szervezi az iparkamara 4 héten keresztül. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 25-én, csütörtökön, friss hírekkel legközelebb. Holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Reggelig általában kevés komoly felhő várható, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 fok körül alakul. Napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, főként délután elszórtan valószínű zápor zivatar, a délnyugati szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délután a legmelegebb órákban 33 fok körüli értékeket mérhetünk. A következő napokban a több órás napsütés mellett sok felhő lesz az égen, és többfelé több alkalommal eshet. A nappali felmelegedés kissé mérséklődik, de továbbra is meleg időre készülhetünk.